Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. Ez a kávésüti Bitcoin 2022. december 14. napja van. Nézzük, hogy mi újság ma a Bitcoin világában. Az Egyesült Államokban tegnap közzétették az aktuális éves inflációnak a mértékét, amely valamivel kedvezőbb, mint amire az elemzők számítottak. 7,3% volt az elemzői várakozás, és ehelyett 7,1%-ban jelölték meg az amerikai hatóságok az aktuális inflációnak, év per év alapú inflációnak a mértékét. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az infláció az Egyesült Államokban csökken, ugye július-augusztusban nagyjából 9% volt az a szint, ahol tetőzött az inflációnak a szintje, és az látszik, hogy az agresszív kamatemelések, egy agresszív kamatemelése, azok lassan megteszik a hatásukat, és fékezik a inflációnak a növekedését. A mai nap további fontos hírek fognak kijönni este, illetve az Egyesült Államokban délelőtt kamatdöntő ülés lesz, a jegybanknak a nyílt piaci bizottsága össze fog gyűlni a aktuális kamatemelésről határozni, és az előrejelzések jelenleg egy 50 bázispontos kamatemelést irányoznak elő, tehát egy 4,5 százalékos jegybanki alapkamatot jelölnek meg a várakozások jelenleg. A kamatdöntő ülés után pedig Jerome Powell, a jegybanknak az elnöke fog tenni egy nyilatkozatot, sajtókonferenciát fog tartani, és ott meg fogja jelölni, hogy távon mik lesznek a kilátások a Kapcsán, hogyan látja az Amerikai Egybank a makrohelyzetet, mit gondol a gazdasági növekedésről, illetve a közelgő recesszióról. Nyilván ezek a bejelentések ezek komolyan fogják mozgatni a piacot. Tegnap a első hírekre, az infláció csökkenésének a hírére volt egy kis pozitív reakció a piacokon, de alapvetően mindenki a mai bejelentéseket várja. Én azt látom, hogy egy kicsit kétoldalú ez a történet. A piacok borzasztóan ki vannak éhezve egy ilyen medvepiaci rallira, egy mini reverse remegnek a kezek a pályaszélén, mindenki be akar szállni, mindenki emelkedést vár, mindenkit nagyon kifárasztott már az idei egész éves medvepiac, és a legkisebb pozitív információ is felfele tudja robbantani az árfolyamokat. Én azonban, ahogy az elmúlt napokban a videókban mondtam, középtávon azért még szeptikus vagyok, azt gondolom, hogy a a kamatemeléseknek a hatása az, ahogy egy ilyen 8-12-16 hónapos késéssel majd megjelenik a gazdaságnak a szintjén, a cégeknek az eredményeiben, ugye, hogyha drágább a tőke, hogyha nincsen tőke a gazdaságban, akkor azért nehéz úgy működni, mint az elmúlt 10-15 évben. A cégek azok folyamatosan költségcsökkentéseket kell, hogy végrehajtsanak leépítéseket, és óhatatlanul a jövő évben azért szembesülni fogunk valamilyen szintű recesszióval, és addig, amíg recesszió van, addig az olyan rizikos eszközök, mint amelyekkel most a Bitcoin korrelál, azért komoly kihívásoknak vannak kitéve árfolyam szinten. A következő hír, amit hoztam nektek, az már nem makró, az egy kifejezetten kriptó hír. A Nansen elemző cégnek a, a adatait tettem ide ki most a képernyőre. És ez azt mutatja, hogy az elmúlt hét napban nagyon komoly mértékben történtek kivonások a központosított kriptotősdékről. A Binance vezeti a kivonásnak a mértékét, mint egy 3,7 milliárd dollárnyi eszközt bontak ki az ügyfelek a Binance tőzsdéről. A második a Coinbase, onnan majdnem 600 millió dollárnyi eszköz került kivonásra, sőt, hogyha a coinbase és a Coinbase custody együtt számolom, akkor olyan 800 millió dollár körüli összeg jön ki. A Bitfinexről is majdnem 200 millió dollárt vontak ki az ügyfelek. Én ezt egy nagyon-nagyon jó hírnek és nagyon-nagyon jó tendenciának gondolom. Azt gondolom, hogy ezek a kriptotőzsdék, ezek arra valók, hogy ott váltsunk, nem arra, hogy ott egyébként a kriptoeszközeinket tároljuk, úgyhogy végre ez egy, ez egy nagyon jó iránynak tartom, ezt kell követni. Mindenkinek, amikor éppen nem kereskedik, a befektetését, megtakarítását nem ezeken a tőzsdéken kell tartani, mert ezeken a tőzsdéken ezek az eszközök nincsenek biztonságban. A bitcoinunk az egyetlen olyan eszközünk, amelyet saját kulcsa a blokkláncon tudunk tárolni, és gyakorlatilag mindaddig a miénk, amik a privát kulcsaink, a mi rendelkezéseink alatt vannak, annak küldjük, akinek akarjuk, addig tartjuk, ameddig akarjuk. A bitcoin nem arra való, hogy mindenféle központosított tőzsdén tartsuk ezeket az eszközöket, és a közvélekedéssel szemben ez nem fád. Én azt gondolom, hogy ha a tőzsdék azt mondják, hogy náluk minden kriptoeszköz egy-egy arányban megvan, akkor az egyáltalán nem fád, hogyha az ügyfeleknek akár a 100%-a azt mondja, hogy most adjátok vissza az eszközömet, egy tőzsdének attól nem szabad beborulnia és csődbe mennie, hogy azokat az ügyféleszközöket kiadja, amelyek letétben nála vannak. Az a tőzsde, amelyik attól fél, hogy a komoly ügyfél kivonások azok az ő működését kockáztatják, az a tőzsde, az gyakorlatilag hazudik. Ő attól fél, hogy nem tudja kiadni azokat az eszközöket, amely nála már nem áll rendelkezésre. Úgyhogy én ezt egy tisztulási folyamatnak tartom, egy nagyon-nagyon egészséges folyamatnak tartom. Nagyon jónak tartom azt, hogy az emberek végre kezdenek rájönni arra, hogy ezeken a tőzsdéken nem tárolunk, ezeken váltunk, de onnan az eszközeinket azonnal kivesszük, miután váltottunk, ezek a tőzsdék nem megfelelőek arra, hogy ezeken eszközöket, kriptoeszközöket tartsunk. Bitcoin grafikonok, háromnapos bitcoin grafikon, alapvetően, hogyha így madár távlatból, háromnapos nézetben ránézzünk a nasi gyertyákra, a nasi gyertyák azok ugye egy kicsit tisztítva mutatják nekünk a trend szerkezetet. akkor azt láthatjuk, hogy itt az elmúlt időszakban, egy szép felfele irányuló trend indult meg, itt két gyönyörű gyertya volt, amelynek nem volt lefele semmilyen vikje, és alapvetően a mai napig szép gyertyákat kapunk itt háromnapos időságon, a csárpák momentum oszcillátor és felfelé tudott keresztezni, tehát egy, egy épülő momentumot jelezik nekünk a bitcoin piacán. Momentum oszcillátor most mintha kezdene összeszűkülni, azaz azt mutatja, mintha valami lendület elveszni látszana, de alapvetően a helyikinesi gyertyák azok egyelőre jól néznek ki hogyha visszakapcsolok a hagyományos japán gyertyákra, itt ugyanezt lehet látni, hogy van egy, egy konszolidálódó mozgás, szép kövér felfele gyertyákat látunk, nagy testű zöld gyertyákat látunk, itt alul látszik, hogy vikelget lefele az árfolyam, tehát van itt egy olyan zóna, amely itt, itt alul már egy, egy keresleti zóna a bitcoinnak a piacán, ezt nagyjából így tudjuk jelölni, ez az a szín, ahova már csak vikelget az árfolyam, de igazából ezt a medvék átkereskedni mostanáig nem tudták. Alapvetően, hogyha pedig felfele nézve fontos szinteket jelölünk ezen a grafikonon fontos a horizontális szinteket, akkor itt, ahol most van a bitcoinnak az árfolyama, ez itt a nyár elejé leszúrásnak a szintje, hogyha e fölé tudnák a bikák kereskedni a bitcoinnak az árfolyamát, akkor vissza tudnánk térni az egész nyári horizontális zónába. Itt a tavaszi leszúrásnak a szintje, ez határozta meg a nyári kereskedési zónának a tetejét. A egész lefele tartó trendben, ugye csúcs, alacsonyabb csúcs, alacsonyabb csúcs, alacsonyabb csúcs, alacsonyabb csúcs, pedig ez az a korábbi alacsonyabb csúcs, ami egy nagyon fontos pont, Hogyha a bikák azok bármiféle trendváltozást szeretnének a bitcoin piacán elérni, akkor ezt a korábbi csúcsot, ezt át kellene kereskedniük, mindaddig, amíg ez nincsen átkereskedve, addig ez egy medvetrend, csökkenő csúcsoknak a sorozata, és ezt szerint kell a piacot kezelnünk. Ennek a medvetrendnek jelenleg itt ez az alsó zóna 15.500 és 16.000 pár száz között, ez a horizontális támasz szintje hogyha a grafikonra felteszem a saját fejlesztésű csárpák kereskedési rendszert, amely a konszenzió rendszer szerinti 30-as, 7-es és 3-as mozgó átlagokból továbbá gyertyaszínezésből áll, a gyertyaszínezés mögött pedig indikát, több idősávos indikátor figyel, és van különböző momentum indikátorokat és oszcillátorokat figyel ez a csárpánk rendszer, és piros gyertyát rajzol nekünk, hogyha a háttérben figyelt indikátorok egységesen medvés helyzetet, medvés momentumot jelölnek, és zöldre színezi a gyertyákat, akkor, hogyha bikás jeleket észlel egyöntetően ezeken az oszcillátorokon az Jelenleg azt látjuk, hogy folyamatosan piros gyertyákat rajzol nekünk a csárpán kereskedési rendszer, azaz egy medvés momentum van még a bitcoin piacán háromnapos idősávon. Az mindenféleképpen egy fontos jel, hogy a rövid hármas mozgóátlag fel tudta keresztezni a hetes mozgóátlagot. Ez azt jelenti, hogy itt van egyfajta bikás ébredés ezen a szinten, de továbbra is a magas mozgóátlagnak a szintje alatt vagyunk. Ez itt van 18.500 dollár magasságában. Ezt mindenféleképpen fel kellene a bikáknak ahhoz kereskedni, hogy a magas mozgó átlagok folytatni tudják az útjukat felfelé. Ugye ebben a kereskedési rendszerben akkor van beszálló jelzésünk, amikor a két mozgó két rövid mozgó átlag felfele keresztezi a hosszú mozgó átlagot, és elkezdjük az indikátortól kapni a zöld gyertyákat. Ez az a jelzés, amikor ebben a kereskedési rendszerben beszálló van a piacra, és ezeket tudjuk egyébként a momentumot konfirmálni a csárpánk momentum oszcillátorral, amely még egy nagyon érzékeny momentum indikátor, és mutatja azért nekünk, amikor a Momentum elkezd gyengülni, ugye itt van egy beszállónk, de itt már mutatja nekünk az indikátor, hogy valami baj van a momentummal, folyamatosan csökken, és ezen a ponton gyakorlatilag hiába van itt még egy teljesen bikás elrendezés, ő már jelzi, hogy érdemes pozíciót csökkenteni, vagy stoplost húzni, és látszik, hogy ebből a mozgásból utána szépen időben valahol ezen a ponton ki is vesz minket ez a rendszer, ezt a csárpán kereskedési rendszert, a csárpán momentum oszcillátort, valamint skalper indikátoromat és a docentrek indikátort, az csomagban évi 99 dollárért tudjátok bérelni, részletek a videók végén. Tehát ebben a rendszerben jelenleg a bitcoin piacára magas idősságú long beszálló le, jelzés nincsen. Abban az esetben pedig, hogyha itt kapunk egy mindreversion-t, a mozgók felmennek ide a, a, magas mozgó irányába, de közben elkezdjük kapni a medvés momentumot, és a mozgók lefele indulnak, az egy kifejezetten short jelzés, hiszen az irányadó trendünk az lefele van, és általában trendirányban kereskedünk, tehát amikor trendirányban kapunk egy csökkenő, kialakuló, teljesen egyöntetően medvés momentumot, mozgók lefele fordulnak, momentum oszcillátor lefele fordul, az egy short belépő jelzés. Jelenleg a piacon ilyen nincsen, jelenleg ez a piac, ami számunkra semleges, hiszen sem long irányú, sem short irányú jelzést nem tartalmaz számunkra a grafikon. Hogyha a háromnapos grafikonra felrakom a Bollinger szalagot, amely ugye a 20-as mozgó átlag köré rajzol egy ilyen várható volatilitási zónát. A Bollinger szalag definíciója az a gyakorlatilag az, hogy a, 20-as mozgó körül az elmúlt ármozgásból kiszámol egy olyan árfolyam zónát, amelyben 95%-kal várhatjuk az adott eszköznek a mozgását. Itt azt látjuk, hogy jelenleg egy ilyen main reversion van a folyamatban, itt lefele deviált a, Bollinger szalagból a bitcoinnak az árfolyama, itt ezzel a zöld gyertyával visszatért a szalagba, és szépen ezt az úgynevezett main reversion-t, vagyis a mozgó való visszatérést, azt teljesítette is, a tegnapi napon meg érintette egy 18 000 dollárnál a 20 periódusos mozgóátlagot, ez egy nagyon szép mean reversion, nem kifejezetten emelkedő, egy kicsit ilyen oldalazó jellegű mini reversion, de azért van benne emelkedés, hiszen itt 16.300 magasságában tértünk vissza a szalagba, és 18.000-nél érintettük meg, tehát aki Bollinger mean reversion kereskedik, az ezt tulajdonképpen le is tudta kereskedni, hova tovább itt a csárpák momentum oszcillátor támogatta ezt a döntést, hiszen itt ezen a ponton már jelezte, hogy ébredő bikás momentum van a bitcoin piacán. Azt látjuk azért, hogy a szalag az eléggé össze van szűkülve, ez egy alacsony volatilitási környezetet jelez nekünk, ez azt jelenti, hogy hosszú távon, akik Opciók vásárlásával kereskedik a bitcoinnak a piacát, ilyenkor érdemes nekik pozíciókat építeni, hiszen az opcióknak az úgynevezett vega értéke, a volatilitási értéke az ilyenkor alacsony, tehát az opciók egy alacsony volatilitású piacon azok olcsók ilyenkor. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem a bitcoin piacokról elmondani nektek. Remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli videókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben ez így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, és találkozunk holnap reggel a következő ilyen rövid bitcoin piaci elemzésben. Addig pedig szép napot és jó kereskedés nektek. Sziasztok!